Jó estét kívánok! A parlament elé hívja a diákokat pénteken délután 4 órára a Független Diák Parlament. Az oktatásügy állapota miatt akarnak tiltakozni. Vendégünk Tarnai Kristóf Ábel, a kommunikációs koordinátor. Így van. Jó estét kívánok! Timár Krisztával a Dél-Magyarországtól fogjuk faggatni őt. Hát régóta elég sanyarú helyzetben van az oktatás. Miért épp most demonstrálnak? Beszállnak a választási kampányba? Nem. Akkor ezt rögtön az elején tisztázzuk. Én azt gondolom, hogy fordítsuk meg a kérdést. Tehát valóban ugye idén lesz egy választás, de ettől még nem hiszem, hogy a pártpolitika idén kisajátítaná magának ezt az évet. Meg hogyha nagyon szigorúan veszük, akkor ugye jövőre meg önkormányzati választás lesz, akkor jövőre sem lehetne semmilyen demonstrációt tartani. Azt gondolom, hogy azért, mert egyébként lesz egy ilyen pártpolitikamentes demonstráció, nagyon fontos. Diák demonstráció az nagyon sokszor volt már, például 2012-ben ugye volt a tandíj miatt egy azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy átütő ilyen jellegű demonstráció. Ez egész úgy indult, hogy egy csomó diák kiírta a közösségi médiában, hogy milyen problémákat tapasztal a mindennapokban, a iskolában, az iskolarendszerek kapcsolatban, és ebből indult el spontán ez a ne menj suliba, és ez a diák demonstráció a parlament előtt, és akkor ebből született meg az, megkerestek minket a Független Diák Parlamentet, mi beálltunk ehhez társszervezőnek, és akkor így indult el ez egész. No, de amikor választás van, akkor nagyobb az esély arra, hogy valami megváltozik, nem? Mi is ebben reménykedünk. Most így, igen. Ugye a főszervező azt mondta, hogy az iskolákban korlátozzák az önálló gondolatokat és jó szolgákat nevelnek. Ezek szerint az oktatásnak a teljes átalakítása lenne a cél? Hát mondhatjuk így is, azt gondolom, hogy így van. Tehát az oktatás az ma sajnos nagyon sok esetben nem a kritikus gondolkodása nevel, sőt, alapvetően nem is a gondolkodása nevel. Azt gondolom, hogy a ma oktatásának az egyik nagyon nagy problémája, hogy hát poroszosnak hívjuk, úgymond, de az egykori Poroszország helyén úgy tudom, hogy már sokkal modernebb oktatási rendszer van. Tehát ugye a mai oktatás az alapvetően egyrészt magolásra nevel, tehát a tananyag számonkérésének egy jelentős része is nem a tudást, hanem a memóriát teszteli, ezt nagyon sokan kimutatták, és egy olyan skillt, egy olyan készséget fejleszt, hogy egy csomó mindent jegyezzünk meg fejben, ami régen fontos volt, de ma már nem is, például a kritikus, vagy ilyen mértékben ma már nem, és a kritikus gondolkodás, az információk szűrését például nem helyezi előtérben, illetve az iskolák nem demokratikusak, a diákok nem csak olyan értelemben nem szólhatnak bele a döntésbe, hogy az oktatási kormányzat a diákok véleményét nem veszi figyelembe, hanem kicsiben is. A diák önkormányzatot sok helyen maga az igazgató nyomja, és alapvetően az iskola nem arra nevel, hogy a diákok beleszóljanak, a diákok elmondják a véleményét, sőt, sok esetben azt az érzetet kelt, hogy a diák elmondja, hogy neki valami problémája, ellenvetése van, akkor az kötözködés, meg az egy ilyen rossz dolog, mikor azt gondolom, hogy nem, és hogyha valóban az iskola olyan diákokat nevelne, akik gondolkodóak, kritikusan gondolkodóak és tudatos állampolgárok, az mindannyiunk érdeke. Már csak azért is, mert 18 éves korától kezdve ugye már mindenki választ. És ugye, ha már egy fél mondat... De hát az nem biztos, hogy minden politikai erőnek érdeke, hogy okos, gondolkodó emberek válasszanak. Hát legyünk jó hiszeműek és feltételezzük. A diákok egyébként ezt akarják? Tehát ők valóban teljesen másfajta rendszerben szeretnének tanulni? Én azt gondolom, hogy nagyon sok értelemben igen. Tehát nagyon sok olyan probléma van, és most pár problémát itt összeítettem, amit elmondanék, hogy nagyon sok olyan probléma van, igen, ami miatt én azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy az oktatásra egy nagyon alapvető reform lenne. De a túlterheltségen kívül van még olyan, ami konkrétan abszolút a diákokat érinti? Abszolút. Például az a tananyag modernizáció, amit említettem, és ez nem csak olyan értelemben fontos, hogy végre ne csak a abszolút lexikális tudása alapuljon az egész oktatási rendszerünk, nem például olyan értelemben is, hogy a tananyagot, például az informatika tananyag, például szerintem az a kedvenc például, amit szerintem nagyon gyakorlatilag évente kellene módosítani, mégis az érettségi törzsanyag az gyakorlatilag változatlan, nem is tudom mióta, de és azt is szokták mondani, hogy az iskola miért nem az életre nevelt, tehát hogy például olyan skilleket, olyan fontos dolgokat miért nem tanítanak, amik a mindennapokban hasznosak. Aztán például fontosak olyan dolgok is, amik nem is közvetlenül a tartalomra vonatkoznak, hanem például az esélyegyenlőség. Tehát ma például a szakgimnazisták azok nem egyenlő eséllyel indulnak a felsőoktatásban. Ha megnézzük a ponthatárokat, akkor nagyon sokan nem. Tehát nagyon sok olyan pontja van az iskolában, amik mindennapokban megszenvedik a diákok, és azt gondolom, hogy igen, ez közös érdek. Hát ez általános a problémákhoz is vezet, mert most az az oktatáspolitika, hogy egy jó szakmát adjunk neki, és ne diplomát szerezem, és hogy kétkezi munkásokra van szükség, nem diplomás így emberekre. Én azért azt gondolom, hogy természetesen nyilván a szakma is egy nagyon fontos és nagyon értékes dolog, de azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy azoknak a diákoknak, akik tovább szeretnének tanulni és diplomát szeretnének szerezni, azoknak nagyon soknak nincs meg a lehetősége erre. Azért például tudjuk azt, hogy 2012-ben ugye az elsőprő sikerül, mondhatjuk így, kicsit nagy szavakat használva a diák tüntetések után,
Hát bizonyos mértékben módosított és finomított ezen a kormányzat, de azért tudjuk azt, hogy ma is vannak egy csomó olyan szak Magyarországon, ahol csak egy-két vagy annyi ember sem tud bejutni állami finanszírozású felsőoktatási szakra, és ezáltal a bekerülés mércéje a pénz lesz sok helyen, ami ráadásul azért is nagyon káros, mert ezzel az érettségit sem ösztönzi, hiszen látjuk azt, hogy egy csomó diák gyakorlatilag felméri, hogy az alappontszám, tehát nem csak a felső pontszám magas, hanem az alsó pontszám is alacsony, tehát nagyon könnyen be lehet kerülni fizetős szakra. Ezért a kettőt én azt gondolom, hogy rövid távon arányosítani kéne, hosszú távon a cél az első diplom ingyenessége én szerintem, és a független diákparlament szerint is. Első nyelvvizsga ingyenessége. Az most már megvalósult, így van. Mai hír volt. Abszolút üdvözöljük, ez a független diákparlament korábbi javaslatcsomagjában is benne volt, abszolút örülünk neki. Azt mondta, hogy a kormány finomított, amikor voltak az első tüntetések. Most mit fognak elérni? Többet tudnak elérni? Vagy ki fognak tartani? Mert ezt elég hamar kifulladtak. A diáktüntetések nem fulladtak ki szerintem. A diáktüntetésekből ott elég sok volt. De gyakorlatilag túl sok változás nem történt. Tehát most az előbb arról beszéltünk, hogy elsőprő siker, de gyakorlatilag egy olyan oktatási rendszerben Most az a diáktüntetés az ugye konkrétan ugye a felsőoktatási keretszámokról szólt, azért ott azokat a nagyon horribilisan alacsony keretszámokat megszüntették, és a szakok jelentős részén ebben visszakoztak. Én azt gondolom, hogy ebben az részben ez siker volt. Valóban, ez csak részsiker volt, hiszen például az egyetemi autonómia, vagy éppen a rökközkötés, autonómia hiányos és az megmaradt, de én nem hiszem, hogy tehát azon, hogy ez egy rész sikert azért szerintem elkönyvelhetünk akkor a diákságnak, és én azt gondolom, hogy a diák tüntetések azok általában elég kitartók szoktak lenni. Én nagyon optimista vagyok olyan téren, hogy már 10 000 ember jelzett vissza a budapesti eseményünkre, a Kossuth tér előtt, amit ugye tartunk, Kossuth tér és az Alkotmányca sarkán, és ha ennek a fele eljön, az már nagyon jó és nagyon látványos tömeg lesz, amit elég nehéz elbagatelizálni. Ott ugye a független diákparlament egyébként már 4 éve ettől független. 5 000 ember azért nem olyan sok a Kossuth téren. De azért szerintem nem is lehet elbagatelizálni, de még lehet, hogy többen lesznek, mindenki hoz magával egy embert akár. Igen, hát most az jutott eszembe, hogy 88-ban is voltak mindenféle diákmozgódások, abban még benne voltunk egyetemistaként, ők még meg se születtek. Mondjuk annak lett foganatja, mert aztán jött 1990. De vajon mit lehet elérni ezekkel a mostani tüntetésekkel? Hát, hogy most egy kicsit kapcsolódnék, sok esetben az oktatásban is egyfajta rendszerváltásra lenne szükség. Én azt gondolom, hogy mai oktatási rendszer... De az megy politikai rendszerváltás nélkül, vagy kormányváltás nélkül? Miért nem enne? Hát én azt gondolom, hogy... Nem megy. Azt gondolom, ezt meglátjuk, hogy meglátjuk. Én szerintem nem megy. Tehát az a tapasztalat, hogy a kormány az partner ezekben? Nem, eddig rossz ebben a tapasztalatunk, ez így van. De a független diákparlament pártpolitikai és általános politikai kérdésekben nem fog állást. Mi azt szeretnénk, hogy akárki is van hatalmon, az végre belássa azt, hogy a diákoknak a véleményét meg kell hallgatni, és a diákokkal egyeztetni kell. De ezt a diákparlament miért nem tudja elérni önmagában, ezért van, nem? Hát ugye van a független diákparlament, minden évben elküldi az oktatási kormányzatnak a diákok által felvetett problémákra adott javaslataikat, amiből sajnos érdemi választ idén sem kaptunk. Az egyik követelésünk egyébként az lesz, hogy ez végre változzon meg, illetve a tüntetésen a tavalyi 80 pontunkból egy 12 pontos kivonatot is fel fogunk olvasni, amit azt szeretnénk, hogy a kormányzat erre majd érdemben reagáljon. Na most mindenféle felmérések azt mondják, hogy a diákok meglehetősen érdektelenek, vagy bezárkózóak, vagy nem foglalkoznak a közélettel. Mondjuk ön itt most ellenpélda, de mondjuk hány százalék az, aki aktív és hát szerintem szólni? Nem csak én vagyok ellenpélda, szerintem az 5, az a 10 000 ember, aki visszajelzte az eseményünkkel, hogy ellenpélda, azok a diákok, akik még egyszer mondom, ez nem a független diák, teljesen önszerveződő módon, teljesen random diákok, mondhatjuk, hogy ezt az egészet elindították, szerintem ők mind ellenpéldák. Szerintem az a rengeteg ember, aki bejött, hogy érdeklődik az esemény iránt, aki meghívta az ismerőseit, szerintem azok is ellenpéldák. Én azt gondolom, hogy a diákok a pártpolitika, a nagypolitika mellett, avval kapcsolatban sok esetben igen a politikusok, de szerintem az sokszor betudható annak a fajta sárdobálásnak vagy rossz hangulatnak, ami túlmegy. De egymás között se politizálnak? Változó, van akivel igen. Ugye nem csak a demonstráció lesz pénteken, hanem ugye ez kapcsolódik előtte délelőtt egy nemes suliba mozgalom, amihez nyilván Szegeden is lehet csatlakozni. Van olyan visszajelzés, hogy itt körülbelül mennyien fognak hiányozni pénteken az iskolánkból? Hűha, hát számot nehezen tudok mondani, ezzel most megfogod, de szerintem azért, ha azt nézzük, hogy országszerte több ezeren csatlakoztak, Szegeden ugye volt már egyszer ilyen, ugye akkor, tehát akkor is országosan, de ugye egy szegedi szülő szervezte tavaly februárban, akkor is elég sokan csatlakoztak. Én azért, amit hallottam, elég sok iskolából lesznek, és ugye jönnek is egy részük, ki is jön
a délelőtti Dögonis téren tartandó villámcsődletünkre. És lesz esetleg diákfórum is, mert ugye itt az is felmerült, hogy azok, akik részt vesznek különböző szervezett diákfórumokon, azoknak a diákparlament igazolja ezt a hiányzást, és nem a szülőnek kell igazolnia, de ez nyilván feltétel, hogy legyen ilyen. Igen, hát Szegeden elsősorban most villámcsődletet szervezünk, de ez végül is egyfajta fórum is, hiszen ott abból ki tud alakulni egy ilyen beszélgetés is. És ez hol lesz? Ez a Dögonis téren, ez 11 órától. Na most vannak mindenféle demonstráció, nagyon sokan mondják, hogy ő egyetért vele, de nem mer elmenni, mert fél, mert a iskolába dolgozik, vagy kormányhivatalba dolgozik. Mennyire félnek a diákok, vagy mitől félnek? Sajnos ez egy létező dolog, ezért is gondoljuk azt, hogy Magyarországon az oktatásban rendszerváltás kell, hogy az emberek ne féljenek. Meg hát úgy egyébként is az a félelem, ami ma Magyarországon van sajnos bizonyos helyeken, az egy probléma. Hát most ennek a nagy politikai részét ilyen minőségemben nem kommentálnám. Sajnos látjuk ezt, hogy ez probléma. Én nagyon remélem azt, hogy... Tehát ez a nagy politika nélkül nem fog menni. De olyan értelemben igen, tehát a Független Diákparlamentnek igazából mindegy, hogy ki van kormányon. A Független Diákparlament azt szeretné, hogy az oktatási kormányzat végre belássa azt. De hát annyira naívak nem lehetnek a diákok, hogy ez a kormányzat majd a választások után hamutszóra fejre, és belátja, hogy eddig mindent rosszul csinált, és gyökeresen hát, más fog csinálni. Hát azért annó ezt mondták a 2012-ben is, hogy úgyse fogják a keretszámokat eltörölni, aztán már részt eltörölték. De hát itt egy politikai példát is mondani. Itt gyökeresebb változásokról beszélünk. Igen, gyökeresebb változásokról beszélünk az oktatásban, és nagyon reméljük, hogy akár például ha már itt a választások szóba kerültek, a választásokhoz kapcsolódó pártok közötti harc esetleg meghozhatja azt is, hogy a pártok majd megígérik, hogy a diákokkal esetleg egyeztetnek, és a választók akár ezt is fontosnak tartják. Igen, pedagógusok mennyire állnak emellé az ügy mellé? Pedagógusok abszolút mellette állnak. Most nemrég jött ki egy videónk az eseményhez kapcsolódóan, mert több pedagógus felszólal mellette, és több pedagógus szervezet, Tanítanék mozgalom, a két pedagógus szakszervezet is kiállt gyakorlatilag mellettünk, pedagógusok szakszervezetének a lapjában is megjelent erről egy anyag. Inkább a gyakorlati része érdekelne, tehát hogy amikor abszolút, nem megy valaki iskolába pénteken, is. Nem, egyébként hanem hogyha nem megy a diák pénteken iskolába, akkor utána mennyire fogja ő neki ezt megtanulni? Pont ez, hogy van egy olyan budapesti iskola, ahol egy ilyen fórummal adnak igazolást, és ott azt mondta a helyi iskola igazgatója, hogy ő nem szeretne nyilvánosan belefolyni, mert ugye sajnos ettől egy kicsit fél, de elfogadja, támogatja abszolút. És hogyha a szülő igazolja? Így van, pont ezt akartam mondani azzal kapcsolatban, hogy ugye az, maga ezzel nem menjünk suliba nap, ugye azt tudni kell, hogy a szülő igazolhat 3 napot, de volt már korábban olyan példa, és pont ez is a 2012-es diák tüntetésnek név volt, hogy egy igazgató úgy elfogadta egy hétfelső órai tüntetéssel kapcsolatban az igazolást, hogy arról, hogy ezt nem számolta bele a 3 napos keretbe, tehát ez is egy lehetőség teljesen jogszerűen. De ez egy órás történet volt, nem egy egész napos. Igazából abban a szempontból mindegy, mert hogyha nem így tett volna, akkor így is úgy is 1 napot levett volna a keretből. Tehát igazából ebből a szempontból végül is mindegy. Hát abban a szempontból nem, hogy most a diákok egész nap nem mennek be az iskolába, tehát igen, nem az első órára nem mennek be. Igen, az különbség. Hány százalékos sztrájkot tartanának sikernek, mondjuk a diákság hány százaléka nem megy be Szegeden és mondjuk országosan? Hát én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a százalék az, amiben szerintem inkább az... De az nagyon fontos. Szerintem az fontos, a százalék, meg szerintem inkább az a része fontos, hogy az egyes iskolákban ez mennyire látható. Tehát az, hogy mondjuk adott iskolában ne egy-két ember hiányozzon, hanem akkor fogjanak össze, és azok az emberek, akik ebben részt vesznek, azok többen, szervezetten, sokan csinálják ezt. Az iskolában, ha a szülő ugyanakkor igazolja, ne azt írja, hogy családi program, azt írja, hogy ez a demonstráció. Strike. Hiányzás, sok a strike. Hát, diák az nem tud sztrájkolni. Igen, strike, idézőjelesen strike, ugye. Mi lehet ennek a folytatása? Igen, erről sokat gondolkodtunk, hát maga a folytatása közvetlenül maga a Független Diákparlament, hiszen ez már létezik, tehát a Független Diákparlament aktív, 4. éve működik, választott, online választott demokratikus képviselőivel dolgozik, a munkacsoportok jelenleg is aktívak, és ebben a tanévben is el fogja készíteni azt a javaslatcsomagját, amit a felvetett problémákból és az arra adott javaslatokból küldünk az oktatási kormányzatnak, és azt reméljük, hogy erre majd érdemi választ adnak. Talán, hogyha ez a nagy diák tömeg, mert azért azt szerintem így megelőlegezhetjük, hogy talán egész sokan lesznek, mert ebben a szempontból optimista vagyok, egyfajta ilyen löketet adhat ebbe, hogy végre ebbe egy kicsit előre mozduljunk ebbe az ebbe. Reméljük. Még egy kérdés. Krista iskolás gyermek szülője igazolná, ha nem menne iskolába, igazolnád? Én még nincs abban a korban, hogy ebbe részt vegyen, azt gondolom. Ez az, hát akkor...
Akkor ez most nem merült fel ez a kérdés. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is nagyon köszönöm. Nézzének megköszönöm a figyelmet, szemközt legközelebb egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt, ki ne hagyják.